együttessel, Bayern Ingo Robertson, 2-esen Kevin Robertson Junior, 7-esen Kasszúrán Nikolzon, 8-assal Bokán Kristó, 11-essel Balogh Szilárd, 20-assal Mayer Ákos, 21-essel Filipov Stefán, 22-essel Kovács Ádám, 24-essel Gáziás Márkész Gáter, 31-essel Kertel Fóniusz Balázs, 35-essel Polányi Kristó, a vezető edző Nikolá Lazics, a második edző pedig kis és sok, és akkor következzen a hazai csapatnak kaposági KK, és felelődik a nagy kapcsa, 1-essel Pár Már, 2-essel Márkő Húz, 3-essel Szűnő Pálunk, 5-essel Karmelyi Pálunk, 7-essel Ezer Brown, 8-essel Kodisztán Gratics, 11-essel Henner Roland, 13-assal Kisok Tartos, 21-essel Kisina Bence, 23-assal Helyük Atina Lopulik, 31-essel a csapatkapitány Kánszki Boris, 69-essel pedig Bognár Berget, a vezető edző Szőkes Balázs, a második edző pedig Filipovics Gordán, a játékvezető kapitány Gellér, Gellér László és Szilárdi Bárint, a mérkőzés ellenére pedig Dr. Bárint Gyármár, jó szurkolást a csapatoknak, jó látogatóan! Thank you.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A főszereplők közül a játékosok már a pályán voltak, és most már megérkeztek a játékvezetők is. A Tipmix NBA egy alcsoportos férfi kosárlabda bajnokság playoutjának negyedik fordulójában a Kométa Kaposvári KK a Naturtext STS Deák csapatát fogadja. A fehér mezben a hazai kaposvári együttes, kékben pedig a vendég szegediek. A hazaiaknál a kezdőben Hughes, Brown, Gabridge, Puska és Parsons, még a túloldalon Washington, Polányi, Bognár, Nicholson és Pearson. A vendégek vezetője Nikola Lazic, aki ugye tavalyi szezonban még a kaposvári kosárlabda klub vezető edzője volt. Másfél szezonon keresztül irányította a somogyiakat, hazai oldalon pedig Szőke Balázs vezeti a csapatot. A mérkőzés játékvezetői Kapitány Gellért, Minár László és Szilágyi Bálint. Ebben a pillanatban pedig el is kezdődött a találkozó, és a vendégek vezethetik az első támadást. Washington kapja vissza a labdát, tőle tartanak a legjobban a somogyiak. Szőke Balázs is azt mondta, hogy rágyakorlatilag külön készültek, meg hát természetesen az összes többi szegedi játékosra, hiszen hozzátette, hogy nem egy személyes csapatról van szó a Szedeák esetében. Isaiah Brown esett el, most tápászkodik fel a túloldalon, miközben Puska megszerzi az első kosarat a mérkőzésen. 2-0 ezzel a Kaposvárnak. Brown nagyon picit húzza a lábát, de egyelőre fölüglik ezért a lepattanóér is, ami végül Bognár kezébe pattant. 2-2 az állás. A túloldalon elvileg mindenki vállalni tudta a játékot, és hát Szőke Balázs is azt mondta még a találkozó előtt, hogy kaposvári oldalon is mindenki bevethető, mindenki egészséges. A Sebastian Orris bár ugye visszatért a Nyíregyháza elleni hétközi mérkőzésen, idegenbeli mérkőzésen a Kaposvár csapatába. Ezt a találkozót kihagyja és be sem melegített, hanem civilben ül ott a kispadon. Egy cumbizom szakadása volt, amit még az alapszakasz végén szedett össze. Jó néhány mérkőzést kihagyott, az alsóházi rájátszás első néhány fordulójában már bemelegített. Pályára még ugyan nem került, erre végül Nyíregyházán került sor, de elmondása szerint összeszorított fogakkal vállalta a játékot. Ezt a mérkőzést kiüli, valószínűleg majd esetleg a Paksalni következő fordulóban talán majd újra pályára lép a Kaposvárnál. Közben Puska kerül ismét helyzetben, és egyelőre nincs rontott dobása Puskának ezen a mérkőzésen. 5-2 a Kaposvárnak, és mind az 5 pontot Puska szerezte, miközben már is szépítenek a vendégek. Viszont volt a pontszerző. Ő dobta az ittszert Isaiah Brown, mindeközben már a túloldalon Gabrics kérte el tőle a labdát. Puska kapja a túloldalon. Michael Hughes, őt viszont szereli Bognár, és Washington megíromodhat ezzel a labdával. Polányinak passzol, majd aztán Nicholson. Dadogott egy kicsit a kezében a labda, és mutatják a játékvezetők, hogy az ő térdéről ment ki a labda, úgyhogy alapvonalról jöhet a kaposvári együttes. A két csapat egyébként egymás mellett foglal helyet a tabellán. A Kaposvár a 11. helyről várhatta ezt a találkozót, miközben Gabrics egy újabb triplát dob. Kaposvári szempontból újabbat, hiszen számára ez volt az első hármas, amit ráemelt és be is dobott. 8-4 ezzel a hazai együttesnek, szóval a KKK a 11. helyről várta ezt a találkozót, míg a Szeged a 12. helyet foglalja el a tabellán. Ismét Pearson volt eredményes a vendégeknél. Brown pedig megint a földön, és egy picit a jobb bokáját próbálgatta ott, miközben még a földön ült, azt mozgatta, forgatta. De ezek szerint semmi komoly. Szerintem nem jelezte, hogy cserét kért volna. A Szeged eddig a playoutban egyszer nyert, illetve kétszer kikapott három forduló alatt. A Kaposvár pedig két győzelemmel és egy vereséggel áll az alsóházi rájátszásban. Abban az esetben, hogyha a szegediek esetleg nyernének itt Kaposváron, somogyi szempontból akkor sem lenne baj. A Szeged nem tudná megelőzni őket, hiszen a Kaposvárnak 10 pontja van, a Szegednek pedig 7.
kimarad Isaiah Brown tripla kísérlete, és már is próbál rohanni a szegedi csapat Bognár. Puskára fújják rá a faultot. Oldalról jöhet majd a vendég együttes, Spármark pedig beáll Puska helyére, hiszen ez volt már a második személye a kaposváriak fiatal játékosának. Továbbra is 8-6 az állás. Bognár próbált tenni ez ellen, de a kaposváriak ki a lepattanó, Parsons tör előre, és aztán Gabrics hagyja ki a zsákolást. Próbált egy jelenetet összehozni a top 10-be, ha lenne ilyen összegzés minden forduló után. Szép zsákolás lett volna, ez pedig egy szép védekezés Spármárktól, aki bele tudott érni még a labda útjába, bele tudott állni a labda útjába, passzsávba. Pearson kapta a labdát a bedobást követően, Nicholson pedig beláll a triplába, átdobja a gyűrűt. Spármárk szedte a lepattanót, Brown, Gabrics kapja megint. És egy nagyon szép paszt ad Parsonsnak, aki szintén itt szintén dicséret illet, hiszen nagyon szépen lépett be. Parsons engedi el a triplát. És aztán Pearson a túloldalon kiegyenlít a szegedi csapat, 10-10 ezzel az állás. Lassan eltelik már a negyed fele. 5 perc 20 másodperc van vissza még az első játék részből, Hughes. Ezek szerint ki tudott harcolni egy faultot. Bognárt látták vétkesnek a játékvezetők. Ő volt az, aki a pozíció harc közben átölelte Michael Hughes-t. Gabrics közben már a labdával, és fordulásból dob egy tempót, visszaszerezve ezzel a vezetést a Kaposvárnak. Hughes volt résen, aztán szépen indít Gabrics. Beláll végül a középtávoliba, és be is dobja. Kicsit dadogott a kezében a labda, megpróbálta volna megjátszani a csapattársát, de nem tudott passzolni. Washington. Beláll a triplába, és a kaposvári, aki a lepattanó. Hughes húzta le a labdát a magasból. Isaiah Brown már közben. Aztán Pearson faultol vele szemben. Ez volt a harmadik faulta Szegednél. Kaposvár pedig 2-0 jár. Isaiah Brown helyére pedig érkezik Krinyanszky Boris a kaposváriaknál. Ő kapja a labdát rögtön, és egy triplával mutatkozhat be. Nem volt jó a dobása. Washington miután látta, hogy nincs kit megjátszani, gyorsan lelassította a Szeged támadását. Nicholson próbál egy az egyben érvényesülni Spármárkkal szemben, de ez nem sikerült, ráadásul a Kaposvárnak megvan a lepattanó. Parsons viszont nem győz bocsánatot kérni ezután a rossz passza után. Felszabadító átadást akarta odaadni a centernek, aki aztán végképp nem számított arra, hogy neki kéne irányítania, ő csak futott előre szépen. Krinyanszky. No look pass Spármárknak, kimarad a hármas, de megvan a támadó lepattanó a Kaposvárnak. Gabrics kéri el a labdát. Pearsonnal szemben sokszor próbálja ezt erőltetni, megpróbálja háttal betolni a gyűrű alá. Spármárk pedig szépen ért oda Washingtonra,
és próbált tőle hátulról labdát szerezni. Fautot folynak a játékvezetők, mégpedig Krinyai Szkira. Bogdánál be a Somogyiaknál. Tomislav Gabrics helyét foglalta el a pályán. Pearson pedig kihagyja az első büntetőt. Másodikat viszont bedobja. 14-13 az állás, és egy kicsivel több mint 3 perc van vissza az első játék részből. Parsons indult el befelé, gyönyörűen elugrasztotta Nikolzont, és be is dobja a közelit. Nikola Lazincs pedig dühöng a szegedi kispadnál. Washington ott maradt Hughes-zal szemben. Hughes viszont magasságával még meg tudta akadályozni Washingtont a pontszerzésben, Bognárt viszont nem. Ő maradt ott a palánk alatt így. Védekezésbeli elváltás után Bogdán, Parsons elindul befelé, és bedobja Nikolzonnal szemben. Aztán feszít egy kicsit, lehet, hogy akár erre lehetett volna fújni egy faultot is, és jöhetett volna a plusz egy dobás. Nikolzon. Bognár Kristóf forgatja meg Hughes-t, és be is dobja. A közép távolít. Bogdán kapja a labdát, Parmarkot indítja azonnal, aztán nagy birkózásban a palánk alatt Hughes és Bognár Kristóf. Hughes erőlködik, nem fújnak faultot a játékvezetők, és aztán Hughes most már a játékvezetőkkel pöröl, illetve reklamár elősen. A túloldalon pedig Pearson dobja be az ígyszert, ezzel pedig átveszi a vezetést a Szeged együttese, és érthető módon jön is az időkérés Kaposvári oldalról. 19-18-ra vezet a vendéggárda. Pearson pedig már 9 pontnál tart a szegedi együttesben, alaposan bekezdett. Tomislav Gabrisnak pedig 7 pontja van a KKK-nál, ő is elkapta a fonalat itt a mérkőzés elején. A szegediek egy vereség után érkeztek Kaposvárra, a Paks otthonában kaptak ki, a KKK pedig a Nyíregyháza ellen tudott győzelmet aratni idegenben. Szegediek pedig idegenben kaptak ki a Pakstól, a harmadik, negyedik viszonylag szoros volt a meccs, aztán a második játék részben 5 ponttal még vezetett is a Szedák. A végére viszont 17 ponttal nyert az ASE, annak a meccsnek a legjobbja Bognár Kristóf. Volt igaz, hogy csak 10 pontot dobott, de mellette leszedett 10 lepattanót és kiosztott 4 gólpasszt is. Robertson volt az, aki még nagyot nyújtott, ő 17 ponttal, 4 lepattanóval és 4 gólpasszal zárt. És folytatódik a mérkőzés mindeközben, másfél perc van még vissza az első játékrészből, és Krinyaiszki Borisznál a labda. Aztán már Bogdán, ismét Krinyaiszki, és a Parsons. Carterrel szemben ő állt be közben az időkérés közben csereként, faultot fújnak a játékvezetők, és jöhet majd 2 dobás. A dobás közben faultolták már Deshaun Parsons-t. Beállt a kaposváriaknál az időkérés közben Handlein Roland is. És jöhetnek Parsons büntetői. Ezzel így most már 7 pontnál jár, akár csak Gabrics, úgyhogy ők ketten a legeredményesebbek a kaposváriaknál.
már jó a második büntető is. Elsőre azt hittem, hogy szándékosan dobta palánkra. Ugye Handlein Roland szokta így dobni a büntetőket. Legalábbis ebben a csarnokban, a Kaposvár arénában ő sem szokta használni a táblát, pedig valószínűleg ugyanolyan, hanem jobb minőségű ez a palánk, mint az itteni. Elsőre azt hittem, hogy Parsons tőle nézte el a technikát, aztán a másodikra meg csont nélkül dobta be. Mindenféle palánkos segítség nélkül. És nem kell palánkos segítség Pearsonsnak sem. Pearsonnak sem, aki így már 11 pontnál tart, és elsőként a mezőnyből elérje a 10 pontot. Parsons az induló cser után beláll a középtávoliba, de ez nem jó. Előnyben a szegedi együttes, és tovább is nőhet a különbség akár. Bognár Carternek nem adja. Aztán saját támadó lepattanóját szedi be, pontosan a saját kihagyott dobása után szerez támadó lepattanót. Balog Szilárd szerezte aztán a pontot. 6 másodperc a negyedből. Deshaun Parsons csavarodik rá a labdára. Bognár Kristóf ütközte le, szépen lecsapdázták Deshaun Parsonst. És aztán Parsons feszekszik egy kicsit a többiekkel, hogy nem tudott kinek passzolni. A Szeged tehát egy negyed után 3 ponttal vezet 23-20-ra Kaposváron. Nem sokára jövünk vissza a második negyeddel. Újra pályán a csapatok. Egy változás a kaposvári felállásban az első negyed végéhez. Gabrics érkezett vissza Deshaun Parsons helyére. A túloldalon pedig ránézésre ugyanaz az ötös a pályán, mint aki befejezte az első játékrészt, Washington. Kiosztja Balog Szilárdnak, aztán Carter kapja a labdát. 14 másodperc a támadóból. Carter maradott egy az egyben Gabriccsal, és kicsit bizonytalanul tette fel a labdát. Lehet, hogy ő inkább kereste volna még ott is a passz lehetőségét, de aztán miután Gabriccs elszállt erre, mint a győzelmi zászló, föl tudta mellette tenni a labdát. 5 ponttal vezet így most a Szeged. Krinyájszki próbál faragni a hátrányon, vagy nem sikerülhetett volna akár 4-et is lefaragni egyből. Így viszont jöhet 3 büntető Krinyájszki Borisztól. A hazaiaknál Halmai Dániel áll be Puska Bence helyére. Kinyenszkinak segít a hazai gyűrű az első büntetőnél. Nyolc pontos átlaga van a playoutban. Az alapszakaszban pedig 7,1-es átlaga volt, de hát ugye
az alapszakaszban lejátszottak 26 mérkőzést, ebből ugye Krinyenszki 18-at, ott volt egy válsérülése, és pedig három találkozón van túl, illetve egy kihagyott büntetőn is a két bedobott után, de meg volt a támadó lepattanó a Kaposvárnak, lassan lejár a támadó idő. Handline dobásába valószínűleg beleértek, és nem magától lett ennyire rövid. Jó védekezés tehát a Szegedtől, és aztán Halmainál pedig fautot látnak a játékvezetők. Oldalról dobhatja majd be a labdát a vendégcsapat. Tenzia Carter, aztán Washington. Halmaival szemben, vagy hát Halmai védekezik rajta. Rossz dobás Pearsontól. Bogdán Benedek indul el előre, és a nehezén már túl volt pedig, de végül az ígyszer kimaradt. Pedig sikerült elbizonytalanítani talán a védőket azzal a passzcsellel. Bognár megy zárni Washingtonnak. Pearson, ez pedig valószínűleg támadó lesz, ezt is mutatják a játékvezetők is, meg Krinyeiszki is mutatta azonnal. Jöhet egyet csere mindkét oldalon. Stefan Filipovic áll be a vendégeknél, Bognár Kristóf helyére is. Bogdán Benedek helyére érkezett Isaiah Brown a hazai együttesnél. A labdával 10 másodperc a kaposvári támadóból, Krinyeiszki indult el a gyűrű felé. Harsannak a sípok. És aztán Kerpel Froniusnál látják a szabálytalanságot a játékvezetők. Ő is beállt tehát mindeközben. Brown, Gabrics, beláll a triplába, Handleynek viszont megvan a támadó lepattanó. Ezért a Brown is elsütötte egyből a triplát, és ez most már eredményes is, pontosabb volt, mint Gabrics dobása, kiegyenlít így a Somogyi együttes 25-25. Ez volt a harmadik kaposvári tripla 7 kísérletből. Az ilyen Carter, ő is beleállt egybe. Az úgy dobása kimaradt, és a Szegedek még nincs bedobott hármasa. 6-ból 0-val állnak, Krinyeiszki. Gabrics. Nem jó a tripla, Handline felugrott ugyan a lepattanóért, de nem tudta leszedni Filipovic Stefan mellett. Jól tudta zavarni őt Washington. Halmai esettel gyakorlatilag mellette. Le volt maradva a védekezésben, és végül fújnak egy szabálytalanságot is vele szemben. Gabrics hagyja el a pályát a fehérmezes kaposvárjaknál, és Deshaun Parsons az, aki bele sétált most már a képernyőbe is. Ő állt be a hazai együttesnél, Filipovic. Egy másik Filipovicsot ünnepeltek ma már itt a városi sportcsarnokban, Gordán Filipovicsot, a kaposváriak másodedzőjét, illetve hát korábbi játékosát. Kétszeres magyar bajnok ugye a KKK-val, illetve egyszer kupát is nyert a Somogyi együttessel. Születésnapját ünnepelte a kaposváriak legendája. Az 58-at úgy, hogy őt köszöntötték a mérkőzés előtt, most pedig Parsons zicserének örülhetnek a kaposvári szurkolók, átveszi a vezetést a Komét a Kaposvári Kosárlabda Klub, 27-25-re vezet a hazai együttes, újabb fordulat is, nem meglepő módon újabb időkérés, de ezt már nem Szőke Balázs, hanem tavalyi vezetőedzője, vagy nem is tudom, hogy fogalmazdak, azt talán nem lehet mondani, hogy tavalyi főnöke, hiszen ugye Szőke Balázs másodedzője volt tavaly még Nikola Lazicsnak. De szegedi időkérés minden esetre. Említettem már ugye, hogy a Szeged elveszítette az előző fordulóban a Paks elleni meccset.
illetve hogy a Kaposvár nyerni tudott a Honvéd otthonában. A Nyíregyháza otthonában, bocsánat. 79-69-re. Kiélezett meccs volt az, bár többnyire a kaposváriak uralták a játékot. A félidő szoros volt, és a harmadik negyedben 12-vel is vezetett már a KKK. De a negyedik negyed elejére feljött Egárra a Nyíregyháza. Onnantól kezdve viszont megint a Kaposvár volt fölényben, és ugye 10 ponttal megnyerte a mérkőzést. Gabrics volt akkor a Somogyiak húzó embere. 16 ponttal, 5 lepattanóval és egy gólpasszal zárt, illetve Parsonsnak is jó meccse volt dupla-duplával. 13 ponttal és 11 lepattanóval. Viszont a büntetőket elég rosszul dobta, 8-ból 3-at sikerült csak értékesítenie. Már is folytatódik mindeközben a mérkőzés, Washington hozhatta fel a labdát. Aki egyelőre pont nélkül a vendégeknél, pedig hát ugye tőle tartottak a legjobban a kaposváriaknál, és nem is ok nélkül. De Sean Parsonsra fújják a szabálytalanságot. Ez az első faultja is. Ezért Carter pedig dobhat 2 büntetőt. 27-25-ös kaposvári vezetésnél. Ezért Carter márciusban érkezett a szegediek csapatához. Az előző idényben a Dominikai Köztársaságban játszott, és most először szerepel európai csapatnál. És hát lehet, hogy ezt a korábbi közvetítésekben már elmondták vele kapcsolatban, hogy mindenképp a kaposvári szurkolók, kaposvári nézők miatt azért megemlíteném, hogy Ezért Carter a világhírű amerikai rapper Jay-Z unokaöccse, úgyhogy akármilyen rokona van az amerikai játékosnak. Isaiah Brown közben 3 másodperc volt még vissza a támadó lepattanó. Brown középtávolia pedig kimaradt, pontosabban zicsere inkább, és kimarad az a tripla kísérlet is a szegedieknél. Deson Parsons indul meg előre, ez pedig támadó hiba lesz. Ezért Carter harcolta ki. Pontos hazai vezetés, és szépen lassan elérünk majd a második negyed feléhez is. Ezért Brown mutatta, hogy ez lépés lesz. A játékvezetők viszont nagyon jól látták, hogy ez egyáltalán nem így volt, és hogy valójában Brown volt szabálytalan. Balogh Szilárd dobhat így majd 2 büntetőt. Átlagban eddig a playoutban majd 15 percet töltött a pályán. 4,7 pontos átlaga van az alsóházi rájátszásban, és az idei szezonban 14 pont a szezon csúcsa, mint épp a Kaposvár ellen ért el. Kihagyja viszont most mind a 2 büntetőt. Parsons. Isaiah Brown. Elég kemény zárást kapott ott Carter Michael Hughes-tól. Hughes kapja most a labdát, 6 másodperc a támadóból. Több passz már nem nagyon fért bele. Brown dobása pedig kimarad. Washington lépi át a felező vonalat, aztán osztaná le Filipovic Stefánnak, de Sean Parsons pedig a labdát kereste egy pillanatig. Nagyszerű játék a kaposváriaknál, és Parsons tudja beszerezni kosárral. Sakmatra kijátszotta ezt most a hazai együttes. Nagyszerű volt a passz Hughes-tól, és aztán nagyon okos megoldást választott de Sean Parsons ezzel a dobócsellel. 3 pontos hazai vezetés, és cserél a Kaposvár.
Puska Bence áll be. Halmai Dániel pedig elhagyta a pályát. Washingtonnak kell kiabálni a többiekkel, hogy valaki mozdulja meg a labdáért, mert így nehéz lesz elvégezni a bedobást. Carter. Ott volt a nyakán Michael Hughes. De így is be tudta dobni az ittszert. Brown mindeközben már a labdával egy ponttal vezet még mindig a Somogyi együttes. 4 perc 15 van vissza a fél időig. Kinyajszki szépen tette át a háta mögött, és aztán szépen tette fel bal kézzel az ittszert bal oldalról. Sok utánpótlás edző mutogatná ezt valószínűleg a játékosainak, hogy arról az oldalról jobbkezesként is úgy kell Brown. Ütközte őt Balog Szilárd a palánk alatt, és nem is fújtak fautot a játékvezetők. Washington beleültette a hintába Puskát, és be is dobja az ittszert. Egy pontra így felzárkózik ismételten a szegedi együttes, és most Szőke Balázs látja úgy, hogy meg kell, hogy állítsa egy kicsit a mérkőzést, egy időkérés erejéig. Szőke Balázs elmondta a meccsről, hogy már nagyon-nagyon sokadjára találkozik egymással a két csapat. Ugye a felkészülés során edzőmeccseket is játszottak egymással a csapatok. Illetve hát ugye az alapszakaszban is volt két mérkőzése a csapatnak egymás ellen. A Szeged azon kevés csapatok közé tartozott itt az alsóházi rájátszás mezőnye közül, akiket oda-vissza verni tudott a Kaposvár az alapszakaszban. A Szeged mellett csak a Nyíregyháza volt még ilyen. A sereghajtó utolsó helyen álló Nyíregyháza. A többi csapattal szemben egy-egyre végzett a Kaposvár az alapszakaszban. A hatodik fordulóban, október végén 89-74-re nyert a Kaposvár hazai pályán, az viszonylag egy sima mérkőzés volt. Aztán ugyanezt már nem lehet elmondani arra a találkozóra, amit február 5-én a 19. fordulóban játszottak egymással a felek. Hiszen ott a Kaposvárnak 15 pontos hátrányból kellett felállnia. Hosszabbításra tudták menteni a meccset, majd aztán Parsons dobott egy győztes kosarat a ráadás legvégén. Isaiah Brown kihagyott hármasa után, homály triplája után. Azt tudta egyből visszapöcizni Deshaun Parsons, és azzal a kosárral tudott nyerni Szegeden a kaposvári csapat, amely most egyelőre egy ponttal 31-30-ra vezet hazai pályán az alsóházi rájátszásban a Szeged ellen, és Michael Hughes mellett majd pontosabban már ott is van a büntető vonalnál, hogy dobhasson kettőt. Tehát az elsőt. És a másodikat is. 3 pontos előnyben a hazai, a Q-nak pedig ezek voltak az első pontjai. És húzójátékosnak számít. Akár csak ugye a túloldalon Washington, és Washington is csak nemrég szerezte meg az első pontjait. Q is alaposan kivárt ezzel Washington. Bognár Kristóf pofozza vissza a labdát, Parsons pedig elnézést kért többiektől, hogy ő hibázott védekezésben, neki kellett volna kizárnia. Puska, Krinyajszki. Hughesnak próbálta volna meg oda varázsolni a labdát, egy eladott labda lett ebből végül is, és illetve gyönyörű Carter zicser. Ő húzta át a labdát a gyűrű alatt. Szerezve a vezetést ezzel a Szegednek. Majdnem labdát szerzett Bognár Kristóf is, helyette viszont Michael Hughes zsákol egy egészségeset. Carter.
visszalép egy középtávolira, és volt rossz ez a kísérlet, Nicholson szedi le a lepattanót. Carter kapja vissza, inkább keresi a csapattársakat, pedig akár bele is állhatott volna ebbe a triplába. Nicholson ismét elrontja, de marad a labda a Szegednél. Kaposvári kézből ment ki. Nincs csere a játékvezetők, valami más miatt állíthatták meg az órát. Szőke Balázshoz mennek oda, neki mondanak valamit. Jó kérdés, mivel lehet a probléma. Ránézése az eredményjelző működik, az óra rendesen áll. És most kapitány Gellérthez is oda mennek a játékvezetők, aki mutatja, hogy minden rendben, ezt jelzi a hüvelykújjával. Úgyhogy folytatódhat a mérkőzés. Washington. Szépen ugrasztott el Gabricsot. A dudaszó végén a dobása kimaradt. Bognár Kristóf még mindig küzdött a támadó lepattanóért. Majdnem meg is volt neki. Kunyajszki szépen vitt el a védője mellett. Puska még egyel tovább. Parsons. Kimarad a dobása? Nem. Nem maradt ki. Behullott végül a tripla. Ott biztosított Michael Hughes is. Szerencsére még időben vissza tudta húzni a kezét, mert különben érvénytelen lett volna ez a kosár. Sőt, még Hughes kosarát sem adták volna meg akkor. 36 másodperc a negyedből. 16 másodpercig a különbség a támadó idő óra meg a negyedből hátralévő idő között. Carter szorongatta Parsons-t. 9 másodperc a támadóból Krinyajszki. Balog Szilárdra fújják a fautot. Oldalról jöhet a Kaposvár. Ezt mutatta elsőre még kapitány Gellért is, de aztán már bónuszba került pont ezzel a fautal a Szeged. Krinyajszki viszont egyből tudta ezt, mert ő azonnal ment a büntető vonalra. Szóval az első büntetője is. Krinyajszki valószínűleg ezt reklamálja, amit lehet, hogy akkor ezért állították meg a játékvezetők az előbb a meccset, hogy Hughes zsákolásánál kicsit elmozdult a palánk. Krinyajszki pedig a második büntetőjére kicsit arrébb is állt, majdnem egy fél lépést ott a büntető vonalon jobbra helyezkedett. De hát mehet tovább a mérkőzés, majd talán a fél időben megjavítják, vagy helyreállítják a palánkot, mert hogy már csak 7 másodperc van vissza. Washington korábban elvállalja a dobást, mint arra számítani lehetett. 2 másodperc még Gabrics, és kimarad a triplája. A Kaposvári 2 ponttal vezet a nagy szünetben 38-36-ra. Negyed órányi szünet után folytatjuk a közvetítést.
2 pontos kaposvári vezetéstől indul a mérkőzés harmadik játék része. Javarészt egyébként inkább a kaposváriak voltak előnyben, néha-néha tudta átvenni a vezetést a Szeged rövid időre. Az első fél időben legalábbis Carter tripla kísérlete, ez kimaradt, Parsonsi a lepattanó. A vendégeknél Bognár Kristóf emelkedett ki mindenképp a 10 pontjával, illetve az 5 lepattanójával. Viszont 11 pontja, 3 lepattanója is, igen csak említésre méltó. Itt van Azia Carter, dobott még 7 pontot a vendégeknél. A kaposváriaknál Deshaun Parsons 15 pontnál tart. Mellett 2 lepattanója van, és Tomislav Gabrić az, aki még elérthetett. Egy másodperc lesz a támadó időből. Valakinek azonnal el kell dobnia majd a labdát, ez úgy látszik puska lesz. Időn túl tudta azonban már csak elengedni. Mutatják a játékvezetők, hogy oldalról jöhet majd a szegedi csapat. Washington kapja a labdát, aki egyelőre csak 2 pontnál tart. Aztán Carter zsákolt volna. Nem marad a labda a gyűrűben, és ezek szerint Hughes-ra fújják rá a faultot. Carter pedig dobhat 2-t. Óriási esett. Szerencsére viszont megúszta épp bőrrel ezt a csúnya landolást. Hughes pedig eléggé kivanakadva a játékvezetőkre, hogy erre faultot fújtak neki. Carter dobja le az első büntetőt. Aztán a második viszont kimarad. Gabrić áll bele a hármasba is. Bent is az újabb kaposvári tripla, az 5. a mérkőzésen. Szóval Carter ellen egy fault most ezúttal. Deshaun Parsons kiabált Isaiah Brownnak, hogy ugyan mondja már meg, hogy melyik figurára is álljanak majd fel. Hughes nem tudja megkapni a labdát. Bognár Kristóf elég jól védekezik vele szemben. Puskának kellett eldobni a triplát. 3 másodperc volt már csak hátra a támadó időből Washington. Tolja befelé Puskát, és aztán elugraszt ki a Puskát, majd bedobja a közelit Desmond Washington. A 4. pontja volt ez. 16, majd 17 pontos átlaga van eddig a playoutban, az alapszakaszban pedig 18,7-es átlaga volt. Második legeredményesebb játékosa volt az alapszakasznak az egész mezőnyben a pontátlagát tekintve. Ehhez képest most ma csak 4 pontnál tart. Ő volt mondhatni a legjobb irányító is, hiszen 7 gólpasszos átlaga volt az alapszakaszban. Washingtonnak úgyhogy jól szervezi a támadásokat is. Ma egyelőre 3 gólpassznál tart. Kerpel Fronius. Pearson vissza. Nincs benne a 3-as, és nincs is lepattanó sem a Szegednek, pedig jó néhány támadót leszettek az első fél időben. Deshaun Parsons pedig
fejjel futott a falnak. Bognár elugraszt mindenkit, és aztán itt látnak szabálytalannak a játékvezetők végül. Puskát. Neki ez a harmadik. Le is cseréli őt Szürke Balázs. Krimenszki Boris Albert. Bognár Kristóf bedobja az első büntetőt, így megint csak egy pont a különbség, és akár egyenlíthet is Bognár. De nincs bent a büntető, van viszont támadó lepattanó a vendégeknél Washington. És ezzel a középtávolival most már nem csak hogy egyenlít a Szeged, hanem át is veszi a vezetést ismételten. Washington egyébként félig meddig kikötött cipővel játszik körülbelül, vagy hát ki fog oldozódni, lehet, hogy lassan meg is állítják majd a játékvezetők egy pillanatra a játékot emiatt. Gabrics. Homály dobott a horogból. Washington. Ő kapja vissza, és lépéshibát fújnak a játékvezetők. Washingtonnak így akkor van ideje bekötni a csukát legalább. Sőt, még a másikat is megszorítja. Amolyan. Megelőző jelleggel Krinyanszki hozhatja fel a labdát. Egy ponttal vezet tehát a Szeged, és lassan 4 perc eltelik már a harmadik játék részből is. Hughes kérte el a labdát, aztán passzolja tovább Gabricsnak. 8 másodperc volt még a támadóból. Bognár Kristóf pedig azonnal elismeri, hogy ő volt, aki szabálytalankodott. Ez volt a második szegedi faul a negyedben. Krinyanszki pedig jelzi, hogy a rombusz lesz a következő figura. Legalábbis egy ilyen formát mutatott a kezével. Hughes ezúttal megold, de most Bognár Kristóf mellett, és Hughes kap egy technikait. Reklamálta a faultot. Bognár Kristóf pedig ököl rázással ünnepelheti Hughesnek ezt a butaságát. Szerintem azért most már a magyar bajnokságban nagyjából mindenki tudja, hogy Hughes-t viszont könnyen ki lehet hozni a sodrából. Jó néhány technikait kapott már ebben az idényben, és ennek köszönhetően most egyenlíteni is tudott rögtön a szegedi együttes. Washington elviszi a védők mellett. Hughes most odaért, de hiába, mert Nicholson tudott segíteni a csapattársaknak. Ő dobta be aztán a támadó lepattanó után a kosarat, vagy hát a blokk után az összeszedett labdából a kosarat. Újfent előnyben a vendég együttes. A Kaposvárnak egyébként 4 faultja van, tehát hogyha szabálytalankodnak, akkor bizony jönnek már a büntetők szegedi oldalon. A Deáknak egyelőre 2 szabálytalanság van egyedben. Hughes. És most Hughes lehet boldog, hogy végre befújták akkor neki a faultot a palánk alatt. Dobhat is majd 2-t. Hat pontnál és 5 lepattanónál tart Michael Hughes. Meg eddig bedobott 2-ből 2 büntetőt. Tartja egyelőre a 100%-os formát. Kérdés majd, hogy 4 kísérlet után is így lesz ez. Hughes nem hibázik. Washington emelte rá a triplát. Sean Parsons pedig szedte a büntetőt. Gabrics áll bele egyből. Félig mentig estében dobta el ezt a triplát, és ki is maradt. Washington már közben a másik oldalon a labdával. Nicholson állt bele,
a festékből ebbe a tempóba. 47-45 a vendégeknek ismételten szegedi előny. Stefan Filipovics készülődik a cseréhez közben az oldalvonalnál, Krinyeiszki. Nagy nehezen, de Gábrics meg tudta szelidíteni a labdát, és aztán még egy gólpaszt is tudott ebből adni. De közben már Pearson a túloldalon, és jön majd a két dobás. Mert hogy Brown volt a szabálytalan. Még hogyha sok kaposvári szurkoló el tudott volna képzelni a védő fault helyett támadót, Bognár Kristóf hagyta el a pályát. Filipovics tehát beállt. Pearson büntetői jöhetnek. Ki egyelőre 11 pontnál tart, amit ugye a fél időben hozott össze. Két triplát kihagyott, azon kívül viszont minden mezőn kísérletét értékesítette. Első büntetője Wesley Pearsonnak. 6,3 pontos átlaga van eddig a középszakaszban. És nagyjából 19 percet töltött a pályán eddig átlagban. Úgyhogy ma eddig az átlagait mindenképpen túl teljesíti. Nehéz kibeláll a hármasba, is bent is van a triplája. Visszaszerzi ezzel a vezetést a kaposvári csapat, 50-48. Említettem ugye a találkozó legelején, miközben Washington a labdával elmegy Halmai mellett és kiegyenlít. Szóval, hogy a mérkőzés előtt még arról volt szó, hogy mindkét oldalon egészséges mindenki, aztán ugye Óris végül nem vállalta a játékot, és illetve, hogy van egy hiányzó a túloldalon is, Tyler Robertson. 28 éves amerikai center, aki meggyűlhetett volna Michael Hughesnak a baja, hiszen 205 centi magas és 120 kiló. Most úgy látszik, hogy ezt a meccset kihagyja. Mert hogy a kispadon ugyan ott ül, de civilben, miközben a játékvezetők egyeztetnek egymással, meg Nikola Lazicsal. Technikait reklamálnak néhányan a lelátóról. Közben folytatódhat a meccs. Krinyeiszki Hughesnak, akit Stefan Filipovics nemes egyszerűséggel kb. Kilökött a pályáról. 50-50 az állás, és ha minden igaz, talán ez volt a negyedik szegedi fault a játék részben, úgyhogy nem sokára a bónuszba kerül a vendég együttes is. Stefan Filipovics megint eléggé lökdöste Hughes-t, ezt azonban most egyelőre hagyták, engedték a játékvezetők. Halmai elindul befelé, elfutottak előre a védők, lehet, hogy ez lepte meg éppen Halmait. A dobása ráadásul gyűrűt sem ért, úgyhogy lejárt a támadó idő. 3 perc, 16 másodperc van még vissza a harmadik játék részből. Washington harcol ki két dobást. 50-50-nél. Desmond Washingtonnak volt idén 31 pontos meccse is a körmend ellen, azaz idén csúcsa. Az Alba ellen meg az alapszakaszban volt egy olyan meccs, amikor 23 pontot dobott. Kiosztott 12 gólpaszt, megleszedett 9 lepattanót, vagyis egy lepattanóra volt egy masszív dupla-duplától.
most viszont bedobja ezt a két büntetőt, és ezzel átlépi a 10 pontot. 11 pontos Desmond Washington. Ezek után, hogy az előző fél időben 2 pontnál megállt, most már 8 pontnál tart ebben a játék részben Hughes. Brown a labdával. Filipovics zavarta őt, és eredményesen, mert kimarad a dobása Isaiah Brownnak. Parsons védekezik most Washingtonon, megpróbálják őt talán védekezésben, hát ha ő jobban boldogul a szegediek irányítójával, szerez is most egy labdát, aztán Hughesnek passzolta volna tovább Parsons, Brown, Kniezki marad üresen egy triplára, nincs bent a hármas, és megvan a lepattanó a Szegednek. Volt a 30. lepattanója a vendégeknek, a Kaposvárnak 21 van. És 10 támadó lepattanót teszedett már a Szedeák szemben az 5 kaposvárival. 5 kaposvári támadó lepattanóval. Úgyhogy bizony hazai oldalról. Kizárások nem érkeznek. Viszont pedig büntetőkből csipegeti a pontokat. 2,1 másodperc van még vissza. És aztán Pearson bedobja ezt is. A Brown forgolódott a labdával, gyakorlatilag ennél a támadásnál szerintem más nem ért a labdához, csak ő. 52-54 a vendégeknek, Handlein is, Bogdán is közben a pályán a Kaposvárnál, Filipovics. Handlein mellett tudja feltenni. És nem csak feltenni, hanem be is dobni. Ami még fontosabb, 1 perc 20 van még vissza a harmadik negyedből, Krenyenszki. Vissza vissza Brownnak. Brown beleáll a triplába, ez rövid. Handline viszont összeszedi a lepattanót. Brown próbálkozik még egyszer, az már hosszú volt. Lehet, hogy harmadikra már meg lett volna a távolság, csak nincs lehetőség harmadik dobásra egyelőre. Filipovics. Handline próbálja zavarni, és aztán Filipovics reklamál a játékvezetőknél. Már pedig ez Handlein-ről ment ki. Filipovics még mindig érthetlenkedik, és a játékvezetőknek reklamál. Megjön egy kicsit a kaposvári szurkolók hangja. 40 másodperc még az a harmadik negyedből, az első már azért már kicsit túl vagyunk. Handlein hagyja az ittszert, faultot reklamálnak a kaposvári csarnokban, Washington, ő viszont nem hagyja ki az ittszert. 22 másodperc a negyedből, ezt most már végig támadhatja a hazai csapat. Brown mutatta, hogy melyik figurát fogják játszani. Nézi az órát is, Isaiah Brown. Szeretné kosárra zárni a negyedet. Brown odaüt neki hátulról, Washington. Washington csodálkozott alaposan azon, hogy a játékvezetők már erre befújták a szabálytalanságot. Isaiah Brown pedig dobhat majd így 2 büntetőt. És faraghat egy kicsit a csapat a hátrányán, viszont a Szegednek lesz még 2,7 másodperce, hogy egy nagyon gyors villámtámadást vezessen. Van mind a két büntető Browntól. Nézzük akkor, mit tud kezdeni ilyen rövid idő alatt a Szeged ezzel.
Pearson kapja vissza, eldobja távolról, és aztán az irány nem volt jó, a hossz az még aránylag jónak tűnt, nem ment be viszont a félpályás. A Hendrin reklamál egy kicsit még a félpályánál, a játékvezetőknél. A lényegen viszont nem változtat a KKK, 4 pontos hátrányban van a negyedik negyed előtt, 58-54-re vezet a Szeged csapata, nem sokára jövünk vissza. Kezdődik tehát a negyedik negyed is a KKK Szeged találkozón. A Kaposvár vezetheti az első támadást az utolsó játék részben. Ha csak nem lesz ugye a hosszabbítás, Krnyeszki kimarad az ígyszere, nagyon kevésen múlt, és aztán rohanhat előre a Szeged csapata. Stefan Filipovics bedobja az ígyszert. 60-54, 6 pontos előnyben a Szedeák. Szőke Balázs épp ezt emelte ki a Szegedről, hogy egy gyors kosárlabdát játszó csapat szeretnek indulni, rohanni, meg hát ugye jól támadó lepattanóznak. Na most ebből nem nagyon sikerült eddig a Kaposvárnak mit semlegesíteni. Gabrics viszont bedob egy triplát legalább. De jön Washington válasza. Egy dupla formájában. Ő 15 pontos, Gabrics pedig 13 a kaposváriaknál, és most már Washington a legeredményesebb szegedi játékos. Ez a Brown zicsere. Parsons és Washington 15-15 ponttal, ők ketten a két legjobb játékos eddig a meccsen. Sean Parsons tudja feltenni, kimarad az ígyszere, Handline pedig ki tud harcolni egy faultot Stefan Filipovicson. Kapta a labdát a leválás után az árást követően. Nikolonzóra pedig fújnak egy faultot a játékvezetők. A
próbálta tartani a lépést valahogy Gabriccsal, aki kapott egy zárást. Így sikerült csak. Isaiah Brown. Egy távoli kettes. Egy pontra felzárkózik így most a KKK. És így Brown is eléri a 10 pontot, sőt átlépi 11 pontos. Atyaisten, hogy tudta bedobni ezt? Pearson, ő meg 16 pontos. Szeged legeredményesebb így most per pillanat. Isaiah Brown dobhat majd még egyet. Brown készülődik az egyenlítésre. Össze is jön neki. 64-64 ezzel a büntetővel. Mondtam, hogy utolsó játék rész, hát most egyelőre haladunk a hosszabbítás felé, bár elég sok vissza van még. 7,16 másodperc. Washington. Carter Nicholsonnak is. Be is dobja Nicholson. Törlést kérnek a játékvezetők. Jön Krinyánszki Boris Gabriccs. Ezért Brown dobta el a triplát, pedig valószínűleg Pearson lesz az, aki re a fautot fújják. Hughes-zal ketten huppantak a földre. A Szegednek ez már a negyedik fautja, nagyon hamar összejött nekik a bónusz, vagyis hát, hogy a következőnél már ugye összejön. Az is reklamál is rendesen, hogy kicsivel több mint 3 perc alatt összejön a 4 faut a csapatának. Hughes-zal szemben pedig fújnak egy lépéshibát. A 4 szegedi faulttal szemben Kaposvári oldalon nincs egy sem. Emiatt is mérges valószínűleg Nikola Lazic. Washington most Gabriccs védekezik rajta. Washington visszalép, de nem áll bele a triplába. Pearson viszont igen, és majdnem megint egy újabb támadó lepattanót tudnak szerezni a vendégek, de helyette indulhat a Kaposvár. Brown betör a büntető területen belülre, és be is dobja az ígyszert. Újra egál, 66-66 Pearson. Bogdán Kristófnak csak ijesztegetett onnan a sarokból, hogy eldobja a triplát. Nicholson viszont nem ijeszteget. Nem is dobja be, Carter viszont igen, Krinyánszki és Hughes viszont összeütköznek, és úgy látom, hogy Hughes ráadásul a térdét fogja. Megkocog a pályáról, és ezek szerint egy időkérés. A mérkőzésen most mutatják a játékvezetők is. Sipsző nem nagyon jött előtte. Kereken 6 perc van még vissza egyébként a negyedik negyedből, ezt talán lehet látni is ott a képernyő tetején. Elég piciben ott az eredményjelzőn. ...68-66-os vendégvezetésnél. A kérdés, hogy Hughes-nak mennyire
vannak komoly problémái. 10 pontnál meg 7 lepattanónál tart, úgyhogy annyira szörnyen rossz meccse nincsen. Sokára a csapatok, amelyek hát nem igazán lehetnek elégedettek az idei szezonjukkal, ugye a kaposvári együttes tavaly kevéssel maradt le a rájátszásról Nikola Lazicsal a kispadon, akkor még ugye volt középszakasz és az alapszakasz végén épp hogy lemaradt a KKK a felsőházról, aztán a középházban meg végül kicsúsztak a legjobb 8-ból, úgyhogy végül 9. lett a KKK. Lecsúsztak a rájátszásról, idén pedig hát elég hamar elszálltak az esélyek a rájátszásba jutásra a kaposvári oldalon. Hughes visszajött a pályára, a Szeged pedig ugye tavaly a Magyar Kupában ezüstérmes lett, a bajnokságon pedig 8. helye jutott rájátszásba, és aztán végül a későbbi győztes, illetve címvédő Falko ellen este ki 3-1-jel, hát most nekik se jött össze a felsőházi rájátszás, úgyhogy ők sem lehetnek elégedettek az idei szezonnal, tavaly jól sikerült idény után, de hát ők legalább egy jól sikerült idény után estek vissza, kaposvári oldalon viszont egy olyan szezon után adnak le a rájátszásról, amikor az előző idényben legalább azért sokkal több esély volt erre. Nicholson dobja be a középtávolit. Megint 2-vel a vendégcsapat vezet. 5 perc 19 van még vissza a negyedik negyedből. Gabrics bele tudott állni a középtávoliba, aztán Bognár Kristófi a lepattanó. Pearson tör befelé, és talán ketten is odaütnek neki, valószínűleg Isaiah Brown volt az, aki szabálytalanabb volt. És neki fogják beírni ezt a faultot, viszont pedig dobhat így 2-t. Hiszen 6 pontnál tart. Azon a csúcsa pedig 20 pont, még az Alba ellen az alapszakaszból, úgyhogy lassan most már ehhez közelít. Talán ezzel a két bedobott büntetővel, amikkel most már 18 pontnál tart. Wesley Pearson. Hughesnek pedig úgy látszik, hogy teljesen rendben van a térde, megszerzi a 12. pontját. De csapata még mindig 2 pontos hátrányban van, a Washington. Carter dobja az ittszert. Brown dobhat majd 2-t. Mindenképpen, hiszen egyrészt ez volt az 5. fault a Szegednek. Brown dobja be mindkét büntetőt. Washington törli meg a cipőt, elindul befelé. Bognár Kristófnak osztja vissza, ő meg Washingtonnak. 8 másodperc a támadóból. És Sean Parsons pedig túlságosan keményen védekezett. Thank you.
dobta el a triplát, Carter tör be és bedobja kettes, majd aztán reklamál a játékvezetőknek. Dobja be az első büntetőjét. 63%-a dobta az alapszakaszban a büntetőket, ma pedig 6-ból 6-nál jár. És a pontjainak majdnem a felét büntetőből szerzi a kaposváriak centere. Hiszen 14 pontnál tart így. Jön egy dupla a túloldalon Washingtontól. Oda-vissza megy az adok-kapok, de mindig a Szeged jön ki ebből ugye jobban, hiszen folyamatosan náluk így az előny. Isaiah Brown megint egy távoli kettessel. Washington elhagyja a labdát, de azért segített ebben Gabrics is. Pedig újabb két büntető lesz. Jason Parsonsra fújták a szabálytalanságot, aki ezzel a kipontozódás szélére sodródott. Pearson pedig megint dobhat két büntetőt. 8-ból 6-ot bedobott ma már. Nem javít a statisztikáján. És aztán kimarad a második is Wesley Pearsontól. Azok után, hogy milyen jól dobt eddig a büntetőket, most két elrontott dobással kicsit nehéz helyzetbe hozza a csapatát, hiszen a kaposvári együttes így 2,5 perccel a meccs vége előtt kiegyenlíthet, vagy egy triplával átvehette volna a vezetést. Gabrics triplája viszont gyűrűt sem ér. Nem lett át gond abból, hogy Wesley Pearson kihagyta a két büntetőjét. Washington hozza a labdát, biztos, hogy egy hosszú szegedi támadás lesz. Minél inkább pörögjön az idő is, hát rosszul gondoltam, mert hogy Washingtonnak más ötletei vannak, bedobja ezt a triplát. És aztán vágja a grimaszokat, miközben megy le a kispadhoz, mert hogy Szőke Balázs időt kér hazai oldalon. A szegedi együttes ezzel 5 ponttal vezet. 2,12 másodperccel a vége előtt. És hát viszonylag komoly lépést tett a győzelem megszerzése felé a vendégcsapat. Ez mond Washington pedig 20 pontnál tart ezzel a hármassal, úgyhogy azok után, hogy az első fél időben összesen 2 pontot dobott. A harmadik meg a negyedik negyedben 18 pontot összekapart magának. Valamellett 5 gólpassza is, ez mond Washingtonnak, úgyhogy egyértelműen csapat a húzó emberének számít. Következő fordulóban egyébként közelítve itt a meccs végéhez, vagy hát ugye ki tudja, hogy végéhez, de a Kaposvár majd jövő héten hétközben, április 26-án szerdán a Paks otthonába látogat, és ugye azzal a fordulóban majd el is érünk az alsóház feléhez, féltávjához. A Szeged pedig ugyanezen a napon, április 26-án szerdán majd a Budapest Honvéd csapatát fogadja. Mint említettem, hogy ez lesz az 5. forduló, azt követően pedig lesz majd egy hosszabb szünet a playoutban, és legközelebb majd május 10-én játszanak meccset a csapatok. A Kaposvár pedig május 17-én játszik majd legközelebb hazai pályán, tehát jó hosszú ideig nem láthatják majd a kaposvári szurkolók hazai pályán legalábbis a
csapatukat, Isaiah Brown egy távoli triplával, és be is dobja a hármast. Rettenetesen kellett ez most a hazaiaknál, hogy ne ússzon el végképp ez a mérkőzés, de Brown a meccsben tartja a KKK-t. 81-79 a vendégeknek. Washington megpróbál válaszolni, és nem csak megpróbál, hanem beledobja Michael Hughes arcába a triplát. Hiába volt sokkal magasabb nála a védője. Ez mond Washington így is bedobja, Brown pedig majdnem elesik, elcsúszik a labdával. Krenyeiszki. Nem lett belőle dobó párbaj, Krenyeiszki átdobja a gyűrűt, 1 perc 20 a meccsből. 79-84 a vendégeknek. És Washington pedig szépen pörgeti az időt. 13 másodperc a támadóból. Washington még mindig. Mert áll ebbe a triplába is. Ezért nem fogja megdicsérni Nikola Lazic. Cartert viszont igen, mert labdát szerez, és Pearson pedig így dobhat kettőt. Ezzel gyakorlatilag tényleg bebiztosíthatja magának a győzelmet a Szeged. Hiszen már csak 55 másodperc lesz vissza a találkozóból. Wesley Pearson pedig két büntetőt ugye kihagyott az előbb, úgyhogy most ezért szurkolhatnak a kaposváriak, hogy megint hasonló formát mutasson a büntető vonalról Pearson, amivel az elsőt bedobja. Ezzel 19 pontos, és van 5 lepattanója, és aztán bent van a második is. Beállítja a szezon csúcsát, ami ugye 20 pont. Jön is Szőke Balástól egy időkérés, hiszen 55 másodperccel a meccs vége előtt 7 ponttal vezet a Szeged. Elég nehéz lesz ezt innen visszahozni. Néhány szurkoló a kaposvári csarnokból el is indul kifelé. Minden bizonnyal itt már nem büfébe, hiszen annyira kevés van vissza a meccsből, hogy valószínűleg ők már hazafele indulnak. Úgy néz ki, hogy a Szeged tehát megszerzi második győzelmét a playoutban. A Kaposvár meg elszenvedi második feleségét is. Akkor így az alsóházi rájátszásban mind a két csapatnak 2-2 lenne a mérlege. A Szegednek 9, a KKK-nak pedig 11 pontja lenne így, ha minden maradna így. Ugye, ha nem így maradna, az mondjuk elég csinos összeget jelentene annak, aki Kaposvárra fogad, Kaposvár győzelmére. 56 másodperccel a meccs vége előtt, meg 6 pontos hátránynál. A Kaposvárnak el is fogytak ezzel az időkérései. Ez volt a harmadik időkérése a fél időben a KKK-nak. Brown érkezett a labdáért. Gabrics. És nem tudja bedobni. Ráadásul támadót fújnak a játékvezetők. Gabrics mérges és reklamál a játékvezetőknél. Azért Carter volt az, aki kiharcolta ezt a belemenést. Törlést kérnek még a játékvezetők. És akkor ezzel kb. Már tényleg el lehet könyvelni a szegedi győzelmet. Washingtonnál fújnak lépéshibát a játékvezetők, kicsit elcsoszogta. Washington mutatja, hogy ez egy Eurostep volt, nem pedig lépéshiba. Ezért Brown kérdez még vissza a kispad felé, hogy mi is legyen. Bedobja az ittszert. 81-86. Nicholson. Nem faultolnak a kaposváriak, megpróbálnak labdát szedni. Carter pedig bedobja az ittszert. Michael Hughes mellett. Ez
hiszen 81-88, Gabrics még beleáll a triplába. Elkeseredett kísérlet, és másra már nem is nagyon lesz idő. Pearson még átkocogott, hogy hogy lefújják a játékvezetők, hogy nem ért át a félpályán. Ezzel pedig ez a dudaszó már a meccs végét jelentette. A Naturtext STS Teák csapatai tehát 88-81-re nyerni tud a Kométa kaposvári kosárlabda klub otthonában, és így megszerzi második győzelmét a playoutban, a Kaposvár pedig ugye elveszíti második meccsét a playoutban. Kedves nézőink, én Sinyi Zsolt operatőr kollégám nevében is köszönöm a figyelmüket. Cserhami Krisztiánt hallották, viszontlátásra, viszont hallásra.